Nem üdvözöllek benneteket, de sem hallottok. Próbálom összefoglalni, elvileg úgy volt, hogy egy órám lesz, de tudom, hogy nem sokára mindenki elkezd majd éhezni, én is, a tevédre. Úgyhogy ha hadarok, akkor az azért lesz, hogy ne fussunk ki az időből. És még annyit, hogy tartsátok a Bibliátokat készenlétben, mert elég sok igét fogunk megnézni, hogy amikor nem kell, ki keressetek, akkor szólok. Jó, de lesz volna, ahol szeretném, hogy lássátok, miközben én olvasom fel. Hát az Ani arra kért meg, hogy én arról beszéljek, hogy mi a nőszolgálata az élet különböző időszakaiban. És nagyon örültem neki, hogy ezt a témát adta, mert a szívem csücske ez a téma, nem azért, mert a tökélyre fejlesztettem ennek a magyarázatát, sőt, elég szilárd meggyőződésem, hogy azért állok itt most előttetek, mert a sorozatos bukásaimon és kudarcaimon keresztül nagyon megtapasztaltam Isten hűségét és az ő kegyelmét, amely nagyon sokszor megszégyenített olyan jó értelemben. És szeretném, remélem, hogy ezeknek a kudarcainak a fényében sikerül nektek rávilágítanom Isten bölcsességére, és arra, hogy milyen lenyűgözően kitartó az ő szeretete az életünk legkülönbözőbb időszakaiban. Néhány szót csak szeretnék magamról elmondani, nem azért, hogy letámozzam magam, hanem úgy érzem, hogy a témának, ez a tartalomnak az alátámasztásához. Fontos, hogy tudjátok, hogy honnan jövök. 22 éves voltam, amikor kezdődött a pesti Golgota, és akkor az Úr elhívott teljes idejű szolgálatba. És abban az időben a missziós csapatunk csupa egyedülállóból állt. Fiúkból és lányokból, vegyesen nyilván. Ez jó pár évig így volt, és mivel egyedülálló voltam, nagyon is az, kilátás nem volt, semmire, belevetettem magam a gyülekezeten belüli szolgálatba, és nagyon sok területen szolgálhattam akkor az Urat. És ez így ment 31 éves koromig, amikor Isten elhozta a férjemet át itt az életembe. Megházasodtunk, és aztán 3 évig Pécsen szolgáltunk együtt, ahol az otthoni gyülekezetet vezette akkor már régóta. És 35 éves koromban, amikor a kislányom Nina született, akkor költöztünk ide Vajtára, azóta így szolgálom. Úgyhogy majd még egy-két történet elejéig visszatérek néhány ilyen érdekes mozzanatra, amit tanultam ezek az évek során, de legelőször is néhány tévhitet szeretnék eloszlatni, lesz egy jó pár élmény. Ugye arról van szó, hogy mi a nő szolgálata, mi a nő életének úgymond a célja, vagy miért vagyunk itt, mint nők. És hát az első tévhit szerintem az, hogy az életünk célja az, hogy Isten szolgáljuk. A második tévhit, hogy nőként az életünk célja, hogy férhez menjünk és gyerekeket szüljünk, minimum 3-at. Ezek közül egyik sem igaz. Szeretném, ha a Filippi beliekhez írt levélhez lapoznátok velem, hogy nézzük meg az első igét. Pál apostol beszél erről. Filippi beliekhez írt levél a 3. fejezet. És a 7-től a 10-es versig olvasom. De amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találhassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához. Tehát itt Pál azt mondja, tulajdonképpen, hogy az életének a célja az, azt mondja, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Ez egy döbbenetes lehetőség, hogy megismerhetem őt, azt az Istent, ez ugyanaz az Isten, aki Mózeshez a csipkebokorból volt, ugyanaz az Isten, aki az egyiptomi csapásokat hívta, aki Ábrahámot elhívta, aki Sára elhalt méhére gyermeket altatott, aki ketté választotta a Vörös-tengert, a Jordánt, megállította a napot, amikor Józsuénak is a népnek erre volt szüksége. Tehát ezt az Istent megismerni, ez az elsődleges elhívásunk.
és a másodlagos, és a harmadlagos. És ez az, ami egész életünkre igaz. Tehát ez soha nem változik. Egész életünkre szól. És nem tehetem meg, hogy ne gondoljak mindazokra az emberekre, akik hamis isteneket követnek a mai világban is. Hány olyan vallás van, ahol bele sem mernek gondolni abba, hogy szeretnénk megismerni az Istent, mert ezt nem szabad kimondani sem, mert hogy őt nem lehet megismerni. Emellett a mi Istenünk folyamatosan hív és szólít bennünket arra, hogy közeledjünk hozzá, és ismerjük őt meg. Többek között Ézsaiás könyvében, nem kell odalapoznotok, az 55. fejezet 3-as versében, vagyis az első 3 verset ebből a fejezetből felolvasom. Ó, mindnyájan, akik szomjúhoztok, jeltek a vizetre ti is, kiknek nincs pénzetek, jeltek, vegyétek és egyétek. Jeltek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Gyűjtött pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jeltek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzett veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Tehát hallgassatok engem, hogy éljen a lelketek. Isten erre nagyon sokszor felszólít bennünket, még kb. 10 igét idézhetnék, de erre nyilván nincsen időnk. De térjünk vissza a Filippibeliekhez, illetve a 3:10-hez, ahol a vers elejének a második fele, hogy megismerjem az ő feltámadásának az elejét. És a feltámadás az ugye olyan dolog, ami a világtörténelem során egyedül Jézusnak sikerült. Senki más ezt nem tudta véghez vinni. Jézus feltámasztott néhány más embert, de hogy valaki saját magával ezt véghez vigye, ilyet nincsenek. És ez ugyanaz az erő, ami a világot megalkotta a dolgok legelején, és ugyanaz az erő, ami életet lehet az első emberbe, Ádámban. És gondoljatok csak bele, hogy az ige azt mondja, hogy ezt az erőt mi megismerhetjük. Sőt, a rendelkezésünkre áll. Ez tehát az élet célunk, semmi más. És egy nagyon fontos szó, ez szép és jó, de hogyan ismerhetjük meg őt? Hát nyilvánvalóan úgy elsősorban, hogy időt töltünk Istennel. És az ő feltámadásának az erejét hogyan lehet megismerni? Sajnos ez legjobban a nehézségek idején működik. És ez nekünk nem tetszik általában, de ha visszagondolunk az életünkben olyan alkalmakra, amikor nehézségen mentünk át, és Isten közbeszólt, és olyat csinált, hogy elállt a életetünk, akkor azért elég dicsőséges az, amikor így belecsap a dolgok közepébe, és utólag ezt már nem cserélnénk ki másért, nem adnánk oda. És ha belegondolunk, az összes olyan alkalom, amit az igében láttunk arra, amikor az ő feltámadásának az ereje, tehát az ő alkotó ereje megnyilvánul, az mindig egy nagy krízis, vagy még annál is rosszabb helyzet idején történt. Jerikó például bevehetetlen város volt. A Vörös-tenger előtt ugye ott állt a zsidó nép, jobbra hegy, balra hegy, mögöttük az egyiptomiak, előttük a tenger. Mi van? Kellett egy ilyen krízis, hogy értékeljék azt, hogy itt ketté lett választva a tenger. Mert ha mehettek volna jobbra-balra, nem lett volna hely, hát akkor kit érdekel, akkor megyek jobbra-balra. De itt meg kellett, hogy látszom Isten dicsősége. Aztán, hát Lázár és a naivi ifjú már halottak voltak, amikor Jézus odaért. Tehát ez így volt igazi, hogy a lehetetlenből tett Isten csodát. És ez a mi életünkben is sajnos így lesz mindig, de örüljünk, mert ekkor fog meglátszani az ő dicsősége. Mondtam, hogy majd kicsit visszautalok az életem néhány mozzanatára. Egyik az volt, amikor a budapesti Golgotát plántáltuk, 24 éves voltam, és hárman adtunk misszionárius lányok együtt. A két szobatársam néhány hónap eltéréssel mind a kettő elkezdett járni egy-egy fiúval. És aztán ilyen 3 héten belül azt hiszem, mind a kettőnek megkérte a kezét a barátja. És én örültem nekik, jaj, de jó, tök jó, teljesen jól el voltam. És akkor elkezdtek hozzám így odajönni emberek, hívők, olyanok is, akik alig ismertek, hogy jaj, nekem most biztos nagyon nehéz. Miért? Hát, mert mind a két szobatársadnak vőlegénye van, neked meg még barátod sincs.
És én teljesen jól voltam addig, de amikor így már a tizedik ember mondta ezt, akkor én mondtam, hogy hú, hát ez tényleg gáz. Mi lesz most itt velem? És ugye ilyenkor felmerül az emberben, hogy hát tényleg az Úr rólam jól elfeledkezett. Ez több gáz. És ugye ahogy egyre közelebb kerültem a 30-hoz, egyre többen kérdezték, hívők is, hogy mi van már veled, hogy még nem mentél férjhez? És akkor nem állt a tartsonyomban az a fegyver, amit sok évvel később a Bridget Jones nevű filmben láttam. neki szegezték ezt a kérdést, és azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy miért nem vagyok-e még férnél, meg miért vagyunk ennyien egyedülálló lányok 30-as évek körül, de biztos nagyot nyom alatban az, hogy a testünket pikkely borítja a tetőtől tartóan a csak ez lehet az ok. Szóval ekkor mutatott nekem Isten ebben az időszakban, amikor ez a két szobatársam mind a kettő hirtelen el lett jegyezve, néhány dolgot, és ezt szeretném nektek elmondani. Mert az egy nagyon világi gondolat, hogy a nőnek az élete csak akkor teljes, hogyha férhez megy és gyerekeket szül. És ez sajnos beférkőzött az egyházba, és nagyon sokan elhiszik. A Bibliában ilyet nem látunk. És azt is megmutatta az Úr, hogy ez egy nagyon hatékony csapdája tud lenni az ellenségnek. Mert hogyha én ezt elhiszem, ezt az egy hazugságot, akkor ebből még néhány másik hazugság is következni fog, amelyeket szintén elhiszek, és ezeknek a kitalálóját még nem kellett bemutatnom nektek, nem is nevezem meg. Az első. X éves vagyok, és még nem vagyok férnél. Egyelő, valami baj van velem, és Isten elfeledkezett rólam. Ebből ugye következik az, hogy megkérdőjelezem Isten jellemét, mert mindjárt kitérek. De lényeg az, hogy mind a kettő óriási hazugság. És az, hogy Isten elfeledkezett rólam, hiszem, bármilyen körülmények között, ha az Úr ezt hazudja, hogy ez egyenesen a pokolbudjából való hazugság, mert homlok egyenest ellentmond az igének. És szeretném, ha odalapoznátok velem Ézsaiás 49. fejezetéhez, a 14-estől a 16-os versig olvasom. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az Úr gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak színtelen. Ennek mond ellent az előbb említett hazugság. És aztán ugye van még egy következménye annak, ha ezeket elhiszem. Mert akkor folyton ezen fogok köszörögni, hogy szegény én. Miért nincs ez az életemben, miért nincs az, miért nem így van, miért nem úgy van. Miközben ezzel foglalatoskodom, megfeledkezem, vagy megkérdőjelezem Isten irántam való szeretetét, Isten jóságát, jó indulatát, ami egy alapvető jellemvonása Istennek, és azt is megkérdőjelezem, hogy ő nekem egyáltalán jót akar, meg hogy tudja, hogy nekem mi a jó. Amellett, hogy miközben ezzel elfoglalom magam, nem marad időm sok majd minden másra, és erre mindjárt kitérek. Ez a lényeg ugyanis, mert amikor az ember fia vagy ember lánya egyedülálló, akkor csak is önmagával kell foglalkoznia. Ezt jó, a dolog jó értelmében gondolom. Az összes fennmaradó idejét ráfordíthatja arra, hogy Krisztus testét szolgálja. És ez egy óriási kincs. Én ezt még most is tanulom, mert például ahhoz, hogy erre a mai alkalomra felkészüljek, koordinálnom kellett a férjemmel Árpival, úgyhogy mikor tud otthon lenni, hogy vigyázzon a kislányunkra, hogy ne fél órán legyen, hanem annál kicsit több, hogy készüljek, meg ne éjszaka kelljen. Amikor egyedülálló voltam, hát amikor kedvem szoktam, leültem, ha kellett, akkor hajnal egyik kettőig készültem, aztán másnap aludtam 11-ig, de most már van egy szőkeverkerem, aki fél hétkor csörög is. Nem lehet kikerülni. Szóval kicsit másképpen kell koordinálni a dolgokat ilyenkor már. És arra szeretnélek bátorítani, hogyha egyedülálló vagy, akkor élj a neked adott lehetőséggel, addig, ameddig ez ott van, mert ez nem lesz mindig így. És nagyon sok olyan szolgálat van a gyülekezetben, amiben te részt tudsz venni, amiben az anyukák nem tudnak. Jelentkezz a kora reggeli dolgokra, a késő esti dolgokra, a délutáni dolgokra, amikor alszanak a gyerekek, tehát nagyjából minden.
És amire tudod, hogy az Úr hív, arra válaszoljál. Nagyon sok olyan nő járt előttünk egészségedre, akik példaértékűek lehetnek a számunkra. Nem tudom, hányan hallottátok Corrie ten Boom nevét, aztán Amy Carmichael, aki Indiában volt 40 vagy 50 évig misszionárius, soha nem ment férhez. Lilia Strutter nevű, aki Algériában élt 40 évig, és az ottani beduinokat felé szolgált, és óriási szolgálatot indított el. Teréz anya, mert ő is hívő volt, és mekkora szolgálatot csinált, és ma is beszél róla a világ. Ők mind éltek a lehetőséggel. És nem azt mondom, hogy mindenki menjen Indiába, meg Algériába, meg nem tudom hová, de nem arra figyeltek, hogy mi az, ami nincs, ami szerintem kéne, hogy nekem legyen, hanem arra figyeltek, hogy megismerjék Krisztust, és utána alapvetően így jöttek eléjük a lehetőségek, és nyitottak voltak, válaszoltak, és meghívására is mentek. Megint mondom, nem fog Isten mindenkit Indiába hívni, nem kell megélni. Aztán még egy hatóságot kell cáfolnom ennek kapcsán, hogy vannak magasabb rendű és alacsonyabb rendű szolgálatok. Mert ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az igazi szolgálat az az, aminek a végzése közben az ember A. szem előtt van, netán színpadon, vagy B. elmegy Indiába, vagy Afrikába, és fú, de hogy most én a gyülekezetben takarítsak, hát azt kilátja. Ilyen nincsen, nincs ilyen megkülönbözés Istennél. És aztán azt is gondoljuk, megint egy a világból átvett téves gondolkodás miatt, hogy aki férnél van, és netán még gyereke is van, az már elért egy ilyen magasabb lelki szintet, hogy megütött valamilyen mércét, és Isten azért adott neki ilyen dolgokat. Rábízott olyat, hogy főzzön egy másik emberre, meg belegyújtson egy gyereket. Ilyen nincsen. De ez tényleg így van. Tehát én nem tudtam, hogy ezt gondolom, amíg nem voltam ott 24 évesen, körülöttem a gyülekezetben, elkezdtek férjük menni az egy éve, meg fél éve megtért lánykák, és akkor így álltam. És egyszer, egy gyülekezeti alkalom után többen mentünk hozzá villamossal, én meg az egyik egyedülálló barátnőm, meg két férjezett hölgy, még egyiknek sem volt akkor gyerek, egyébként tündérjek is nagyon aranyosak, de annyira izgatottak voltak, hogy ők most férjel vannak. Előtte beszélgettünk így az Úrról, meg mindenről így négyen, és akkor az egyik elkezdte, hogy jaj, tegnap mákos tésztát főztem a férjemnek, és így meg így csináltam, te mit főztél tegnap? És akkor a másik elkezdte mondani, hogy nem mit főzött a férjének. És akkor a barátnőmmel nem voltunk férnél, így álltunk. És akkor a barátnőm így olvasott nekem, hogy én tegnap paradicsomlevest főztem magamnak konzervből. Ezt azért meséltem, annyi téma van, ami nem a házasságról, meg a gyerekneveléstől szól, hogy ne zárjuk ki egymást. A legközösebb, legnagyobb közös témánk az Úr. És ne gondoljuk azt, hogy alsóbbrendűek vagy felsőbbrendűek vagyunk azért, mert Isten különböző szolgálatokra hívott el bennünket. Ilyen nincsen. Mert amíg itt vagyunk a Földön, Isten arra törekszik, vagyis az ő célja, azt szeretné, hogy mi mind jobban megismerjük Őt. És hogy ezáltal az Ő képére formáljon bennünket. Ez azt jelenti, hogy az életünk különböző szakaszaiban különböző dolgokat fog felhasználni ennek a célnak az elérése érdekében. Amikor egyedülállók vagyunk, akkor a szabadságunkat használja fel erre. Esetleg mindazt az időt, amit ő szolgálatára fordítunk, el tudunk merülni az emberi kapcsolatokban, a különböző lehetőségekben, amikre szinte gondolkodás nélkül igen tudunk mondani. Aztán időnként felhasznál egy-egy mondjuk problémás szobatársat, ez biztos senkinek nem volt még ilyen, csak nekem volt ilyen. Aztán ugye, amikor házasok vagyunk, akkor ott vagyunk egy fedél alatt egy másik bűnössel, akit borzasztóan szeretünk, de hát a francba ő is bűnös, elnézést. És nagyon jó eszköz, vagy amikor egyedülállók vagyunk, az a szempont, az a tényező, vagy amikor már azon keresztül Isten befejezte a munkát, akkor hozzá el a másik bűnös, aki nagyon jó eszköz lesz arra, hogy Isten csiszoljon bennünket, és formáljon, és lecsipentsen dolgokat róluk, aminek nincs ott helye, azért, hogy egyre inkább hasonlítsunk az ő fiára. És
egy célja van ennek az egésznek még, hogy belássuk azt, hogy mennyire rá vagyunk utalva, és hogy nélküle semmit sem tehetünk, semmire nem vagyunk képesek. Folyamatosan őrá kell néznünk. És hiszem, hogy nőként annak a kulcsa, hogy az életük minden egyes szakaszában meglássuk, és elfogadjuk, és betölthessük azt a szolgálatot, amit Isten arra a bizonyos időszakra nekünk szán, szóval ennek a kulcsa a Prédikátor könyvében van elrejtve, és szeretnénk megnézni engedőt. A Prédikátor könyvében a harmadik helyezet. Ez tehát a kulcs, és lehet neve rajta egy kis kulcs szimbólumot, már aki írni szokott az időjárásba. Prédikátor 3, 11. Azt írja, hogy mindent szépen csinált, vagy szépé alkotott, ez egy jó fordítás, az ő idejében. Elvilágot is adta az emberek elméjében, stb. Stb. De olvasok végig, mert ez érdekes. Csak hogy úgy, hogy az ember fel nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig. És a kulcs az elejében van, hogy mindent szépé alkotott az ő idejében. Nem azt írja, hogy az emberek idejében, vagy amikor kiki jónak látott egy-egy dolgot, akkor csinálta meg Isten szépre, hanem Isten idejében, amikor ő jónak látja. Ebből látjuk azt, hogy a különböző időszakok az életünkben Istentől vannak. Ő szabja meg, hogy melyik időszak mennyi ideig tart, mert pontosan tudja, hogy milyen munkát akar bennünk elvégezni. Pontosan tudja azt, hogy azon az időszakon keresztül mennyivel jobban fogjuk tudni megismerni őt. És ugye ez az életünk fő célja, amiről az elején beszéltem. És amikor engedjük, hogy Isten alakítsa a dolgokat az életünkben, akkor lesz ez az eredmény, amit itt látunk a 11-es versben, hogy minden szépé tett, vagyis tökéletessé az ő idejében. Nincs szüksége a mi tanácsunkra, ahhoz, hogy valamit szépé vagy tökéletessé tudjon alakítani. Mi nem tudunk semmit hozzáadni az ő tökéletes munkájához. Ugye hajlamosak vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy de hát szerintem ennyi jó lenne. De ne felejtjük el azt, hogy a tökéletes Isten alakítja a dolgokat az életünkben, és éppen ezért az ő időzítése és az ő akaratuk tökéletes. Azért, mert ő tökéletes, és ezeket ő alkotja meg. Képzeld el, mondjuk, hogy a szomszédod elhatározza, hogy felújítja a házát, és megveszi az új ablakkereteket, kicserél mindent. Új ablakok, új ajtók, átfesti az egészet kívül belül, új tetőszerkezet, minden. És te naponta elkezdesz oda átjárni, és ugye most kifizetett, nem tudom, x millió forintot ezért a házért, te oda mész, és akkor így minden nap, hát ez nem a legjobb márkám ablak, szerintem olyan kellett volna benned, amit én ajánlottam meg. Hát ez a tetőszerkezetnek, ez a cseréknek, ez a szín, ez tök ronda, szerintem inkább azt mondja, amit én ajánlom. Hát elég rövid távon azt mondaná a szomszédot, hogy már bocs, de mi között hozzá, kettő, menjél szépen haza. Akkor milyen az, amikor mi Istennek elkezdünk visszapöntjörni, hogy Uram, ez nem jó nekem most, ez nagyon nem jó. Ne így csináld, csináld amúgy, nekem most nem ez kellene az életemben. És erről az ige is beszél, nem kell odalakoznotok, de a Róma 11-ben, aki jegyzete az írja fel, azt írja, 33-as és 34-es vers. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt neki a tanácsa. Hát ki ad neki tanácsot? És aztán Ézsaiás 40:13-ban azt mondja, hogy kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt az igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt, mármint Isten, az értelem útjára. És ennek ellenére mi mégis megpróbálunk Istennek néha ugye tanácsot adni. Ami elég vicces lehet szerintem Isten szemszögéből, hát jól van, meghallgatva, de bocs. Mert azért tényleg nem gondolhatjuk komolyan, hogy mi jobban látunk egy helyzetet, mint Isten. Nem is az ő szemszögéből látjuk, ugye, mert mi itt vagyunk. És aztán, amikor most kicsit visszatérve
egy személyes példára. Amikor a kislányom Nina megszületett, akkor gyökeresen megváltozott az életem. Sokkal nagyobbat változott, mint akkor, amikor férjhez mentem. Ráadásul az első időszak nekem több okból is nehezebb volt az átlagosnál, több minden történt egyszerre, és nagyon sokat küzdöttem magammal és Isten akaratával, amíg rájöttem arra, ami nagyon nyilvánvaló, hogy mostantól kezdve, amellett, hogy Istenet megismerem, és amellett, hogy a férjemnek a szolgálatát támogatom, a kislányom ellátása és az, hogy őt az Isten útjaira nevelem, ez az elsődleges feladatom. Ezen a három dolgon kívül minden más akkor fér be, akkor kerül be a napirendembe, ha belefér. Ha egy adott napon nem, hát akkor kész, ez egy ilyen nap volt. De erről szól most ez az időszak. És ha még egyedülálló vagy, akkor neked mondom, hogy a hosszú, zavartalan, csendes óra az egy kincs. Használd ki, élj vele, élvezd ki minden pillanatát, minden óráját. Mert amikor az embernek már gyereke van, akkor néha örül, ha fél óra összejön. De az az érdekes, hogy Isten olyan kegyelmes, hogy azt is nagyon gazdaggá tudja lenni, mintha egy óra lett volna, vagy mit tudom én, egy egész délután. De használd ki a lehetőséget, amit most Isten neked ad, abban, hogy van időd arra, hogy őt még jobban megismerd. Ha úgy akarod, akkor zavartalanul, mert akkor ki lehet kapcsolni a telefont, egyik telefon, másik telefont, mindent becsukni, füldugó, stb., hogy senki ne zavarjon. És van még egy hazugság, ennek a kapcsán szeretném elmondani, hogy állunk egész jól. Ez pedig az, és akinek most nem aktuális, próbálja meg megjegyezni, mert a sátán elő fogja hozni, amikor aktuális lesz, hogy a főzés, a mosás, a takarítás, a vasalás, a belekacsere, vagy ugyanannak a mesének a 634. alkalommal való elolvasása a gyerekednek, nem szolgálat, és semmit nem ér ahhoz képest, amit te régebben csináltál, amikor lányokkal imádkoztál, meg menekült táborba mentél, meg megosztottad az evangéliumot az utcán az emberekkel, és meg itt vagy és mosogatsz. Mert istenfélő anyukák nélkül, akik a viselkedésükkel Istent példázzák a gyermeküknek nap mint nap, és akik a mindennapokban Isten útjaira tanítják a gyerekeket, és imádkoznak értük, soha nem lettek volna Istennek olyan harcosai, mint a Wesley testvérek, mint Amy Carmichael, aki Indiában, biztos hallottatok róla, hogy hogyan szolgált, vagy Hudson Taylor, és még sorolhatnám, aki a kínai belföldi missziónak az elindítója volt. És most például van a bibliaiskolánban itt egy lány, egy kínai lány, akinek az egész családja, azt hiszem ilyen 20 kilométerre attól a helytől lakik, ahol Hudson Taylor először földet ért, valamint leszállt a hajóról, és elkezdett szolgálni. És az ő egész családjuk hosszú távon még visszatérve Hudson Taylorék szolgálata miatt hívő ma. És amikor ezt meghallottam, akkor így majdnem elkezdtem jönni, hogy nem mondod, tehát hogy micsoda gyümölcsök 100-200-300 évvel később. De őt az anyukája úgy nevelte, és a gyümölcse itt van ma bajtán többek között, az egyik a több millióból. És aztán a Prédikátor könyvéből szeretnék idézni egyet. A harmadik fejezet első versében van. Én egy kicsit egy másik fordításból olvasom fel, nem abban, ami magyar Bibliánban van. Azt írja ott az ige, hogy mindennek megvan az ideje, és megvan az alkalom minden dolog és cél számára. Ez is azt erősíti meg, amit az előbb láttunk, hogy az életünknek vannak különböző időszakai, és ezek nagyon különböznek egymástól. De mindennek megvan a maga ideje, hogy mit, mikor tempíroz be nekünk Isten, aki a legjobban tudja, hogy nekünk mi kell, és hogy mikor, hogyan tudjuk őt szolgálni abban az adott helyzetben. Egy dolog viszont nem változik, Isten. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az időszakok jönnek és mennek, de Isten nem változik. Nem véletlenül mondja tehát nekünk az ige azt, hogy az életünk elsődleges célja, hogy ezt az Isten és az ő feltámadásának az erejét megismerjük. Mert miközben a körülmények változnak az életünkben, ő változhatatlan, ő a biztos pontunk, és ő az a horgony, ami megtart bennünket a viharok idején. Amibe és akibe mindig kapaszkodhatunk, és őrá nézhetünk, mert más megoldásunk nincsen.
És hogyha erre összpontosítunk az életünk minden egyes időszaka folyamán, akkor minden egyes időszakban teljesen nyilvánvaló lesz a számunkra, hogy akkor is ott miben tudjuk őt szolgálni. Nem lesz egy kölcsös dolog, hogy Jancsú csinálja. Teljesen fog jönni, ha ránézel, és őre figyelsz, elég jönnek a lehetőségek, és pontosan tudni fogod. Olyan, mint egy puzzle, amikor így nagyon könnyű kirakni, és minden összeáll alapból. Mondjuk egy ilyen 3 éves gyerekeknek szánt puzzle, amikor mi próbáljuk kirakni, és nem értjük, hogy ez neki miért olyan nehéz. Ilyen lesz. És ami nagyon fontos, hogy eközben nem fogunk elfeledkezni arról, ami a legeslegfontosabb. Ez pedig az, hogy megismerjük Istent, és hogy élvezzük őt. Élvezzük az ő jelenlétét. Hát ennyi volt. Úgyhogy még eddig is oda érünk. Imádkozzunk, jó? Istenünk, köszönjük ezt a napot, köszönjük ezt a hétvégét, hogy arra adtad, hogy elvonuljunk kicsit a nagy világ zajától, és itt legyünk ebben a nagy csöndben, ahol a te hangodat könnyen meghallani, mint a mindennapokban. És kérlek téged arra, hogy a mai nap folyamán, meg holnap is, Uram, szóljál még a lányokhoz, meg a fiúkhoz, akik itt vannak, adj nekik válaszokat a kérdéseikre, amikkel kapcsolatban keresnek téged, vezesd őket, de mindenek előtt ad kérlek, hogy még inkább beléd szeressenek, és még közelebb kerüljenek hozzád, és add, hogy teljesen felfrissülve térhessenek vissza a úgynevezett szürke hétköznapokba, Uram, hogy ragyoghassanak és világíthassanak a szürke nagyvilágban, Uram, mint a te követeid, a te képviselőid, Uram, akik bizonyosak abban, hogy te szereted őket, hogy te jót akarsz nekik, és hogy neked csak jó terveid vannak az ő számukra, és hogy minden a javukra van azoknak, akik téged szolgálnak. Az élet minden időszakában ott vagy velük, és az élet minden időszakában közelebb akarod őket vonni magadhoz, és meg akarod dicsőíteni a te nevedet az ő életük által.